Balajti fejel, és a kapufáról bemegy. Ezzel lehet, hogy meg is nyeri a mérkőzést Weber György együttese. Csodálatosan csúsztatott bele Balajti. 2-0-ra vezet a Mezőköves Zsóri. Támadott a Győr, de egyszerűen képtelen volt az akcióit góllal befejezni, és aztán jött az ellentámadás, nagyon jó labda középre, Balajti pedig fantasztikusan csúsztatott bele fejjel, és ezzel 2-0-ra vezet a Mezőköves Zsóri. Nézzük meg még egyszer az egész szitút. Földbe gyökerező lábú győri védők, és közülük kilépő Balajti remek ívet adva fejjel a labdának, kapufa segítségével. Két gólos mezőkövesdi vezetés most már. Lipták, Kalmár,